A hamisítatlan nyári idő beköszöntével az év egyik legjobban várt programját rendezte meg a Cifraszűr Néptánc Egyesület. A számos kísérő programmal tarkított családi napon a különböző együttesek táncosai, családtagjaikkal, barátaikkal közösen vettek részt, hiszen a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a közösségépítésre. A mi hitvallásunk az, hogy nem elég az, hogyha próbateremben dolgozunk együtt. Pontosabban nem igazán lehet a sikeres, és nem igazán lehet az eredményre vívő és közösség kovácsoló, hogy csak a próbateremben dolgozunk és ízadunk állandóan, hanem ugye a Egyesületnek, jó magamnak az a hitvallás, hogy ilyen közösségi rendezvényekkel, ilyen közösségi együttléttel lehet egy olyan társadalmat építeni, aki képes majd utána esetleg a színpadon is, de akár az életben is egymásért harcolni, küzdeni és segíteni egymást. Úgy ez az igazi célja a rendezvényünknek, hogy egy olyan közösséget, olyan néptáncos sokból és néptáncos családokból álló közösséget tudjunk kovácsolni, akik a magánéletben, úgy a szakmában és minden téren egymás mellé tudnak állni, és ezek a fórumok, ezek a rendezvények elengedhetetlenek azok arra azért, hogy ez megvalósuljon. Itt minden hajdunánáson élő, illetve vannak ugye nem hajdunánáson élő néptáncosaink is, néptáncos családok meg vannak szólítva, mindenkinek megvan a lehetőség, egy ilyen jelképes összeggel hozzájárulnak a rendezvény költségeihez. Főzünk kétűs nagy babgulyást, van ugrálóvár is, foci bajnokságot is rendezünk, hisz azért mi is emberek vagyunk, bármennyire szeretünk táncolni, azért a foci a mi életünkben is ott van, a fiúk életében legalábbis, illetve a szülők apukák életében is csinálunk egy kis bajnokságot, és akkor így telik el ez a szép délután. A rendezvény az Egyesület 2016-os megalakulása óta minden esztendőben létrejött. Idén az előző évhez hasonlóan a Városi Sportpálya területén, ahol a légvárnak és a buborékfújónak köszönhetően a kisgyermekek is jókedvűen mulatták az időt. A nap jó lehetőséget biztosított a jelenlévők számára a beszélgetésre és a játékra. A legnépszerűbb programnak a már hagyományosnak mondható focitorna bizonyult. Szülők és gyermekeik együtt rúgták a bőrt, és a pálya mellett rendre figyelték többen is a történéseket. Nem véletlen, hogy a fiatalok jól érezték magukat, hiszen nekik is fontos, hogy a próbatermen kívül is összekovácsolódjanak. Nagyon szeretem ezt a rendezvényt, az a jó benne, hogy így együtt tudnak lenni a táncos családok, egy közös délután tudunk eltölteni. Nagyon sok ilyen rendezvényünk van, hál' Istennek, és én ezeket mindet élvezem nagyon. Én nagyon érdekesnek találtam, mert gondoltam, hogy lesz ugrálóvár, mert tavaly volt. És hát ott nagyon jól szórakoztunk. Tavaly is jó volt, fociztunk, majdnem nyertünk tavaly, most nem nyertünk. Van egy csomó program, buborékfújás, légvár, focizás, főzés. A közösség a táncosok családtagjai számára is fontos. A nap aktív résztvevői voltak a gyermekeiket elkísérő szülők is. Barátok között vagyunk. Nagy családi rendezvénynek mondható, mert itt a néptáncos bereken belül mindenki ismer mindenkit. Ugye az én gyermekem kislányom is táncol, a fiúk is táncoltak. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szülőkkel is, szinte napi szinten. És akkor végig is egy kellemes délutánt el tudunk tölteni. Szerintem szó nélkül itt van minden szülő, apukák, anyukák. Diák felnőtt torna közösen, vagy foci torna közösen. Meg hát a főzésben is kivesszük a részünket. Az Egyesület igyekszik a város, sőt az ország határain túl is építeni szakmai kapcsolatait. Ezen törekvések eredménye, hogy az eseményen is fogadtak különleges vendégeket, illetve már több nyári program is biztosnak látszik. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és pontosabban épül ki a kapcsolata a Hargita Nemzeti Táncegyüttessel, akikkel csinálunk egy ilyen oda-vissza kölcsön utaztatást és vendégüllátást, és ők jönnek ugye június 13-14-15-én, ha jól tudom, és 14-én egy fonó keretén belül, ugye, amit a műhely szokott rendezni, azon belül egy közös ilyen táncházat fogunk itt a fürdő területén megrendezni, és ha minden igaz és a jusson, és úgy akarja, már pedig úgy néz ki, hogy pályázati forrás is van rá, fogunk menni Csíkszeredába az Aranyszalma Táncegyüttessel, és akkor ők ott meg az Erzsébet-székelylány találkozón fogunk
föllépni, illetve ott fogunk közreműködni. Tehát egy ilyen kölcsönkapcsolatok, tehát kiléptünk már Hajdunánás perkén belül, határaink kívülre, bocsánat, és építjük a kapcsolatokat. Úgy, ahogy most is itt vannak például Dercemből, Kárpátaljáról két néptánccsoport, akikhez mi járunk ki tanítani Pap Judittal, és úgy gondoltam, hogy meginvitálom őket egy hétvégére. Úgyhogy most hétvégén őket látjuk vendégül, próbálunk velük egy kicsit szakmait, de ugyanígy vendégül látjuk őket itt a családi napunkon is. Az eseménydús nap természetesen nem telhetett el a résztvevők legnagyobb szenvedélye nélkül, a hangulatos körtáncot követően pedig előkerültek a tányérok, és a szép számú néptáncos közösség hozzáláthatott az időközben elkészülő babgulyáshoz. A fiatalok újabb élményekkel gazdagodva, újult erővel vághatnak bele a nyári programsorozatba.